Rejtélyek éjszakája. Zene Jean-Cohen Solal. Írta Claude Proté és Reynald de Leo. Rendezte Guy Kelkezsou és Michel Gauthier. Eljött a vakáció utolsó napja. Másnap kezdődött az iskola. A nagy esemény alkalmából Csabi meg én elosontunk a titkos búvóhelyünkre. Kész vagy letenni az esküd sasokatja? Kész vagyok. Én Jojo, más néven Bill, örök barátságot fogadok Csabinak, azaz a sasok atyának. Mindent megosztok vele, és soha nem veszekszem. Én Csabi, más néven a sasok atya, örök barátságot fogadok Jojónak, azaz Billnek. Mindent megosztok vele, és soha nem fogok veszekedni. Aki megszegi az esküjét, arra azonnal lesújt a villám. Hogy megpecsételjük az esküt, köpjünk ki az ujjaink között. Ötlete valójában a nagyi fejéből pattant ki. Őszintén szólva Nagyi és Csésze bácsi, Csabi apja nem véletlenül pártolták az ötletet. Drága nagymama, a sarkunkra kellene állnunk. Ó, Csésze bácsi, tudom, hogy folyton veszekszenek, de mit tehetnénk? Igazán rettentően kemény feladat, ha az ember cseresznyeszárnyakat gyűjt. És miféle gyűjtemény egy cseresznyeszár gyűjtemény? És azt a vackot te rajznak nevezed? Mi bajod van? Talán idegesít a festés. Igen, ahogy téged a gyűjteménye. Eszetlen gyűjtemény. Csabi! Egyetlen mázolvány. A kutyafáját! Ennek azonnal véget kell vetnünk. Betelt a pohár, elegem van a vitából és a komiszkodásból. Fejezzétek be végre! Megígérjük, Nagyi. Többé nem fordul elő. Megesküszünk. Ígéretek és ígéretek. Azokkal bizony már tele van a polc. Ki kell ötölnünk, hogyan vessünk gátat neki? A Nagyi mindig tele van jó ötletekkel. Ezúttal úgy döntött, hogy elmesél nekünk egy történetet Billről és a sasok atyáról. Az volt a címe, hogy a barátság esküje, még a cowboyok és az indiánok idején történt. Bill korál még kicsi volt, amikor találkozott egy sasok atya nevű kisgyerekkel. Összebarátkoztak, de az volt a baj, hogy a sápadtarcúak és az indiánok hadban álltak egymással. De Bill és sasok atya barátok akartak maradni, ezért örök barátságot fogadtak. Aki megszegné az esküt. Arra lesújt a villám, de az élet elválasztotta őket. Bill katonatiszt lett, sasok atya pedig törzsfőnök. Aztán egy napon a Vörösvölgyben lezajlott szörnyű csata során Bill és sasok atya szembe kerültek egymással. Esküjükhöz híven leengedték fegyvereiket és melegen átölelték egymást. Egy kék kabátos tüzet nyitott sasok atyára, egy indián pedig lenyilaszta Billt. És így történt, hogy egy gyermekkorban kezdődött, 35 éves barátság egy végzetes napon örökké valóvá vált. Gyönyörű szép. Jól mondja az unokája. Ez egy csodálatos történet, nagymama. Csabi meg én akkor határoztunk úgy, hogy letesszük a barátság esküjét. Attól kezdve mindig együtt leszünk, életünkben, de még halálunkban is. Holnap találkozunk az iskolában. Ég áldjon sasok atya. Másnap kezdődött az iskola, de az eskünek hála Csabi meg én nem bánkodtunk miatta. Készen álltunk szinte bármire. Minden készen áll, hogy megkezdődjön az első tanítási nap. Tolkisasszony, segítsen kérem!
Nem tudom eldönteni, hogy a tintatartón párhuzamosan áll-e vagy sem. Párhuzamosan áll, uram, mint mindig. Biztosíthatom. Soha ne feledjétek el, hogy a rend és a fegyelem az életben elért sikerek két legfontosabb titka. És most, gyerekek, lássunk munkához. Lenyűgöző érzés örök barátságot fogadni. Sasok atya meg én biztosak voltunk benne, hogy sosem válunk el. És a golyózás is jól ment. Ilyen! Enyém a golyók fele, és te kapod a másik felét, rendítsek? Még bunyós, a bamba balhés is megtanulta, hol a helye. Tűnés, ha nem akarsz újat húzni velünk! Kinek jár itt a szája? Nekem. Fogalmat sincs, hogy kivel feleselsz, igaz, öcskös? Jó hangosan kérj bocsánatot, és azonnal! Ne feledd, Jojo, aki megszegi az esküjét, arra lesújt a villám. Győzött Jojo, a bajnok! Hip, hip, hurrá, Jojónak és Csabinak! Szóval úgy festett nagyszerű évünk lesz. Kivéve persze, hogy milyen nehéz volt időben beérni a suliba. Így történt, hogy egyik reggel összefutottam valakivel. Azt, hogy összefutottam, szó szerint kell érteni. És el ne feledd, fiam, hogy a pontosság a sikeres élet harmadik legfőbb titka! Mi ütött beléd? Ne haragudj, nem vettelek észre. Jól van, te se haragudj. Megütötted magad? Kicsit feldagadt a nózid. Feldagadt a nózim? Nem, a nózim egy csöppet se változott, de persze már értem, mire megy ki a játék. Ki akarsz nevetni? Majd, ha fagy. Mennem kell, mert elkésem az óráról. De én nem akartam kinevetni ezt a lükét. Honnan tudhattam volna, hogy mindig ekkora volt az orra? Lányok. Röf-röf. Az a nózi igen híres lett. Később az egész osztály azon nevetett. Hé, te! Hogy kerülsz a helyemre? És most? Szabad? Há, ez nem is orr, hanem burgonya. Dehogy is, inkább egy léggömb. Egy futballlabda. Ebből elég! Íme az új osztálytársatok, Orrondi Viola. Fogadjátok szeretettel. Viola, ott egy üres hely Jojo mellett. Ő az őrcsapkás fiú. Ha-ho, megint itt vagyok. Remélem, mi ketten... A helyedben nem reménykednék. Eszemben sem volt egész évben egy bucira dagadt orrulány mellett rostokolni. A barátaim rajta élcelődtek volna. Egyszer én is megnyertem az összes golyót. Csodás babát kapott a szüli napjára. Fogd, Jojo, tessék! Tudod, Jojo, én... De minden színből van egy golyó. Mégis mit vártál? Egyértelmű volt. Mindenki rajtad röhög, még Jojo is. Ne hallgass rá, Viola, légy türelmes. Ha elfutsz mindenki elől, sose szerzel barátokat. Nevetséges a köbön. Te
teljesen lökött vagy, agyalányult vagy, ha ráhallgatsz. Kérlek, bízz bennem, Viola. Menj oda hozzájuk rajta, próbáld meg. Hű, ez tényleg fantasztikus. Apukám egy csomó ilyet küldött, körbejárja a világot. Én is olyan munkát szeretnék, ahol utazni lehet. Az apukám vonatkalauz, állandóan utazik. Vonatkalauz? Hű. Az apukám nem sokat utazik, viszont ő a pék, ez sem kutya. Az én apukámnak nem kell dolgoznia, mert gazdag, nagyon gazdag. Mit álltok itt? Ausztráliában él egy nagy házban, és a kertje tele van eukaliptuszfákkal, meg koalamacikkal. Tényleg? Koalamacikkal? Úgy bizony, ezrével vannak, és rengeteg... kenguru. Na-na, hallottad ezt? Nem csak randa, de még füllent is. Látod, igazam volt. Kinevetnek! Nem, Viola, még nem adhatod fel. Az út rögös, de a végén vár rád a boldogság. Csak így tovább, Viola. Ő úgyse ért máshoz, csak a pecsegéshez. Gyere velem és tedd, amit mondok, mert én tudom, hogy érheted el a célodat, és sose vallok kudarcot. Leesett az első hó. Már alig vártuk, hogy megkezdődjenek a hócsaták. Kivéve persze Violát. Nem álltak túl jól a dolgai. De aznap minden megváltozott. Apukámnak nem kell dolgoznia, mert nagyon gazdag. Ausztráliában él egy nagy házban, körülötte sok koalamacival. Az apád tényleg nagyon gazdag lehet, ha ekkora ormány tudott vásárolni neked. Unom már, betelt a pohár, unom már, hallod? Áú, banán is van, mondjuk banánor. Már nem bírom tovább, elegem van, röf-röf. Kinek képzelik magukat? Jaj, ne! Már megint elkéstem. Szép volt, Viola. Ne feledje, kisasszony! Ha valaki ilyen gyakran késik el az iskolából, az már rossz szokás. Nem akarok hosszan prédikálni, de azt javaslom, a lehető leggyorsabban szabaduljon meg ettől a szokásától. Ma rengeteg gyerek késik. Bizonyára csak a hó miatt. Jó-jó, ábrándozol? Nem. Biztos most kiabál velük az igazgató. Most már bemehet az órájára, de azt akarom, hogy holnapra írja be 100-szor a lecke füzetébe, többé nem késhetek el! Noha itt az idő, hát itt az idő. Várj egy kicsit, Miklós, van egy ötletem. Hallgass ide! Ó! Szabad! Mintha élveznék a büntetést. Mindenit. Miklós Viola mellé ült. Azt hittem, ki nem állhatja. Nos, gyerekek, most, hogy itt van mindenki, izgalmas hír teszek közzé. Tényleg izgalmas hír volt. Oh. A tanárnő bejelentette, hogy az iskolában nagy jelmezbállal egybekötött karácsonyi bulit rendeznek. És a jelmezek alapján dől el, ki lesz a bál királya és királynője. Remélem, mindannyian megerőltetitek az agyatokat. Igen! Mit fogsz felvenni, Viola? Még nem döntöttem el, de Miklós fenyőfadísznek fog öltözni. Hirtelen mindenki Viola barátja lett. Megáll az ember esze. Ideje ágyba bújni. Teljesen kimerültem. Ne nézd túl sokáig a televíziót, fiam. Holnap tanítás van. Mindegy, mikor kelek fel, mert nyugodtan elkéshetek a suliból. Jól van, kicsim, még dolgozom rajta. Kérlek, anyu, ne maradj fönn soká. Ma nagyon fáradtnak látszol. Ne aggódj miattam, szívem. Ez a munka örömet szerez. Meglátod, te leszel a bál királynője, hisz te vagy a világ legszebb kislánya. A világ legszebb kislánya. Ilyet is csak egy anya tud mondani. Ha ezt eltakarnám, talán.
Jó reggelt, bocs a késésért, itt van az igazolás. Mi? Már megint? Sem kések el. Hú, az rengeteg. Igen, szigorú büntetés. Figyelj, Bill nem hagyja cserben a sasokatját. Megosztom veled a büntetést, fele-fele. Semmi vész, ez volt az első, ezért csak figyelmeztettek. Csak Violának kellett leírnia. Sasokatja, tudom, hogy valamit nem árulsz el nekem. Hé, Karolin! Mennem kell, Bill, akkor délután. Ha? Mi a manó folyik itt? Eddig mindenki utálta Violát, most meg a barátai lettek. Rejtélyes az egész. Nézést, uram! Tisztában vagyok vele, mennyire elfoglalt, de egyre több gyerek késik el, és én aggódom. De az nem lehet, sőt, mi több, az elmúlt hetekben egy gyerek se került be hozzám késés miatt. De az öntől származó igazolások... Egy pillanat! Egy lélek se járt itt kivéve... Most már emlékszem, igen, az utolsó orrondi Viola volt. Köszönöm a tájékoztatást, kivizsgálom az ügyet. Fantasztikus! Holnap találkozunk, tudod hol? Senki más nem tud a búvóhelyről, igaz, sasokatja? Igen, persze, Bill. Szia! Szia, jó, érezd jól magad! Ha? Nagyon szerettem volna megoldani a Viola rejtét. De vakáció volt, és jobb dolgom is akadt. Miklós olyan mókás, és Zsófi nagyon kedvesen meghívott magukhoz. És ott van Jojo. Mostanában, mintha érdeklődne irántam. Remélem. Jaj, ne! Anyu! Anyu! Ne aggódj, Viola. Anyukád nem sokáig marad a kórházban, de addig a nagynénét vigyázz rád. Végre eljött a bál napja. Úgy is kezdődött, mint egy igazi bál. Jól van, gyerekek, kezdődik a móka. Szolgáljátok ki magatokat. Ah, mennyi kaja! Kérem, én voltam itt elő. Nekünk is egy burujka. Oh. Érezd jól magad. Képzeld el, milyen boldog és büszke lenne anyu, ha téged választanának királynőnek. Hű, nézd, ez fantasztikus! Na hát, Viola, óriási! Meg sem ismertem benne, milyen klassz jelmez! Jojo! Bibib, utat a fényes csillagnak! Jojo! Hogy tetszik a jelmezem? Nagyon, még sose láttam szebbet! Tudod, Jojo, szerettem volna. Jojo! Szia, Viola, tényleg csodás jelmez. Gyere, Jojo, micsoda falatok. Megyek. Jojo. Figyelem, és most, gyerekek, kezdődik a verseny. Hol, kisasszony, sokat törtem rajta a fejem, és úgy tűnik, hogy orrondi Viola az. Ő az első számú gyanúsított. Azonnal meg kell büntetnünk. Így van, de nem gondolja, hogy túlzás lenne valakit egy karácsonyi bál kellős közepén megbüntetni? A rivalgásból egyértelmű ki a győztes.
Kijelentem, hogy Viola a jelmezverseny győztese és a bál királynő. Violát bál királynőnek választották a gyerekek, akik azelőtt ki nem állhatták. Valami nem stimmelt. Biztos ebben? Csöndet! Viola azonnal eredj az igazgatói irodába. Én? Hűha! Na jó, fel a fejjel, ez egy buli, hát mulassunk! No hát, remélem nem az igazolás miatt. Igazolás? Igen, nem tudtad, hogy Viola volt az, aki ellopta őket és továbbadta a többieknek. Ellopta őket és te elhallgattad? Nem bökettem ki, titok volt, mármint, nem, ezt nem értem. De azt értem, hogy a sasok atya megszegte esküjét és már nem barát többé. Jó. Szégyenletes! Várj egy kicsit, Jojo, illetve Bill! Gyere már, Csabi, kezdődik a körtánc! De nem nekem. Jojo! Illetve Bill! Merre vagy? Hogy tehetted ezt velem, sasok atya? Megszegted a fogadalmadat. De Bill, én... Te hazug, te áruló! A villámnak kéne lecsapni rád. Csabi mindent elmesélt. És Viola rejtélye többé nem is volt rejtély. Szegény Viola, most nem szeretnék a helyében lenni. Vajon mit csinál vele az igazgató? Ki kell derítenünk? Gyere, menjünk! Legalább próbálja megmagyarázni, hogyan keveredett eféle sötét üzelmekbe. Állandóan röfögtek, ha megláttak. Bohócot csináltak belőlem, ezért elloptam az igazolásokat, hát ha akkor megkedvelnek. És tényleg a vártnál is több barátom akadt. De ha valaki a barátság kedvéért lop, a semmire sem mentség, és a rend felborítása, kisasszony, megbocsáthatatlan. És most szépen felsorolja nekem mindazon gyermekek nevét, akik hasznát látták az ön tisztességtelenségének. Nem hajlandó elmondani? Még csökönyös is! Maga akarta így! De uram, szegény gyerek már így is eleget szenvedett, és különben is karácsony van! Á, hogyne! Karácsony! Mindazonáltal nekem az a dolgom, hogy rendet tartsak ebben az intézményben! Kisasszony, remélem elfogadja, hogy le kell mondani a bál királynői címről, amit az imént nyert el. Micsoda kiváló példát statuálunk ezzel. Ne tegye ezt, uram! Most már elmehet. Tájékoztatom a szül, illetve az édesanyját. Szégyenletes! Nem csak szégyen, de disznóság is. Meglátod, Viola, te leszel a királynő. Nem, anyu, látod, sose leszek királynő. Nem érdemlem meg. Nem baj, Viola, a barátaidat már senki sem veszi el. Halandzsa, már megint dumál. E
elmondom, mi a teendő. Aha, többé látni se bírlak titeket. Kopjatok le, tűnés! Ebből elég volt, jó? Ne próbáljatok hitegetni. Elmegyek. Hova akarsz menni? Nem tudom, de elmegyek. És soha sem jövök vissza. Soha többé. Viola! Viola! Gyere vissza! Vajon hova akart menni? Már azt hittem, a Viola rejtének vége. De csak most kezdődött. Tanárnő, kérem! Mi az, kicsikém? Ó, kérsz egy szelet tortát? Tanárnéni, Viola elment. Igen, persze. Elment az igazgató bácsihoz. Nem, nem igaz. Viola már örökre elment. Kimentünk megnézni, és sajnos igazunk volt. Viola eltűnt a hideg éjszakában. Ó, tényleg azt mondta, hogy örökre? Uh-huh. Ó, jaj, szegénykém, szólnom kell az igazgatónak. Uram! 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 Rajta Sosok atya! Keressük meg Violát! De hogyan? Éjszaka van, és nézd, hogy szakad a hó. Sosok atya beijedt, igaz? Én? Megijedni? Na ne röhögtess! Először kihasználtad Violát, és most cserben hagyod. Én mindenképpen megyek. Ne feledd, hogy örök barátságot fogadtál nekem. Igazad van. Kerítsük elő. Így már mindjárt más. Menjünk. Nézd, Bill, az ő nyomai. Így igaz. Szép munka. Tényleg sas szemed van. Mit is mondott? Viola anyja kórházban van. Oh. Uram, uram, Violáról van szó, és nem tréfa dolog. Kérem, jöjjön gyorsan. Azt mondta, nem tréfa. Mit műveltek itt? Eltévedtetek a hóban, fiúk? Nem, Violát keresjük. A barátunkat. Kiteszlek benneteket az áruház mellett. Fel kell pakolnom egy halom játékot. Egyébként, mi a nevetek? Ő a Sosok atya, én pedig Bill. Nagyon örvendek. Gyia! Szerinted ő az igazi? Hát persze! Veletek, fiúk! Boldog karácsonyt! Gyia! Viszlát! Hoppá!
Hűha, ezt nézd meg! Hé, Sasok atya! Viola! Ne feledjük, miért jöttünk. Sajnos bottal üthetjük Viola nyomát. Még Sasok atya sas szeme sem segített. És most mihez kezdünk, Bill? Bár csak tudnám. Most jut eszembe, Viola nem lakik messze innét. Ott szemben. Senki sincs otthon, az anyukája sem. Különös. Gondolod, hogy a mamája is elment? Furcsa. Jaj, Csésze bácsi, igazán borzasztó. Igen, hallottam róla, nagymama. Az iskola igazgató mindent elmondott. Attól tartok, szörnyű baj történt. Ugyan, ugyan, nagymama. Ne essünk túlzásba. Miből gondolja, hogy a két anyaszomorító balesetet szenvedett? Balesetet? Ó, az én kis jajom! Miért nem kap be egy kis likőrrel töltött csokoládét, nagymama? Megnyugtatja. Jaj, annyira félek. Nincs okunk megrémülni. A rendőrség a nyomukba eredt, és a barosa megtalálja őket. Sőt, mi több jöjjön, kukkancson ide. Karácsony estéjén elsősorban a fiam kedvéért sütök. Mindig a kedvenc tordáit, szóval így el nekem. Az én fiam úgyse tudna fittyet hányni erre. Őszintén remélem, hogy a proféta szól magából. Azt hiszem, örökre elmenni, az meglehetősen hosszú út lehet. Mennyire jó-jó. Tudod mit? Én még sosem mentem olyan hosszú útra. Én igen. Tavaly nyáron nagyon hosszú ideig utaztam a vonaton. A vonat? Hát, igen, persze. Szabad. Tudom. Rájöttem! A lakókocsi! A titkos búvóhely! Csipkedje magát, uram! Előkerítjük a gyerekeket! Mi ütött beléd? Várj meg ott! Megnézem, nem bújt-e ide Viola. Ó, nézd, hogy fél felmászni a vagomba, attól tart, hogy elindul a vonat. Jó-jó! Ne hagyj magamra! Hé, várj meg! Siess! Sincs, hová megyünk. Gratulálok! Nézd csak oda! Viola! Viola! Viola, hey, gyere! Viola! Viola! Jaj, bár csak a vonat elvinne messzire. Nagyon messzire. Ausztráliába. Lehet, hogy ott minden lánynak nagy az orra. Csodás hely lehet. Áll
állítsuk meg a vonatot! Nem lehet! Ugranunk kell! Na ne vicce! Billben egy csöpp félelem sincs, és Sasok atyában sem, szóval mire várunk még? Egy, kettő, három! Szerinted még életben vagyunk? Azt hiszem, Sasok atya. Én is azt hiszem. Visszamegyünk! Viola! Tanulj jól! Szia, Viola! Szegény cica, eltévedtél az éjszakában. Megvagy! Végre megtaláltalak! Az erdőbe! Viola biztos ott tévedt el! Tényleg? Ne hagyj itt! Köszönöm szépen! Már mindenhol kerestem? Bocsásson meg a kérdésért, de ön egy boszorkány? Boszorkány? Áruld el csöppen, mit keresel egy magad az éjszakában? Ráadásul szenteste? Gyere velem, majd a jó melegben mindent elmesélhetsz. Gyere csak! Nem kell félned, nem foglak felfalni. Három diákunk eltűnt, a lányanyja kórházban van, a rendőrség, ótól kisasszony, teljes katasztrófa, és fogalmam sincs, mit tegyek. Ha rám hallgatott volna, mindenre nem kerül sor. Igyon egy csésze forró teát, megnyugtatja az idegeit. Mit művel, uram? Lám, a partörlőm, már mindenütt kajtattam utána. Nézze csak, mit műveltek vele. A fiúknak igen élék a fantáziája. Sehol semmi nyom. Csésze bácsi! Megkezdtem a húbásot, csak beljük. Segítsek ki, mentünk. Ne röhögjön, mint egy hiéna, inkább azonnal szabadítson ki! Azt hiszem, ez a féle ideges kacagás, kedvesem, sajnálom. Jobb, ha hazatérünk és ott várunk. És ne féljen, kérem, ne izgassa magát, a gyerekek biztosan előkerülnek. Sosem találunk vissza. Lehet, hogy ez egy másik híd. Eltévedtünk az erdőben, ami tele van éhes vadállatokkal, és csak is te tehetsz róla. Talán elfelejtetted az igazolásokat. Annak semmi köze hozzá. Dehogy nincs, csak állandóan hazudsz. Sasok atya hazudik. Na jó, rendben. Felejtsük el az esküt, felejtsük el örökre Billt és Sasok atyát. Ha így gondolod, akkor létszelj le. Kinek hiányzik egy nagy krumpli fejű majom? Elegem van belőle, torkig vagyok veled! Remélem, beléd csap a villám! Ah!
leszek! Tiszta lükék vagyunk, nem igaz? Szegény Viola. Igazad van, Bill, keressük meg! Azt mondják, az igazi barát bajban ismerszik meg. Igazuk lehet, mert Sosok atya meg én igazán nagy bajban voltunk. Fáztunk, éhesek voltunk, elzsibbadt a lábunk, és Violának nyoma sem volt. Elfáradtunk. Majd megpillantottunk egy barlangot, ahol megpihenhettünk. Kész csoda. Szerencse, hogy az eskünk elhozott idáig. Ó, hé, Jójó, mi van, ha itt medvék laknak? A medve barlangban él, nem? Így igaz, óvatosak leszünk. Jól van, nincs medve. Bizonyára egy vadász hagyta ezt itt, hogy segítsen a többi vadásznak. Nem igaz, Sasok atya? Tüzet is rakhatunk. Jó meleg. Elriasztja a medvéket és a farkasokat. Tényleg nem értem, hová mehetett Viola? Az örökké nagyon hosszú idő. Most már értem. Viola biztos elment megkeresni a gazdag papáját, aki nagyon messze él. Igazad van, biztos elment Ausztráliába. Ki tudja, talán már oda is ért. Marhasság, Ausztrália túl messze van, a föld másik oldalán. Hé, támadt egy ötletem! Csabinak nem a földrajz az erőssége. Arra gondolt, hogy mivel a föld kerek, ha elindulunk egy irányba, előbb-utóbb eljutunk a másik oldalra, Ausztráliába. Violához és az apukájához. Irány Ausztrália, Sasok atya! Én is megyek! Micsoda álom! Ahó! Mémi! Mémi! Emlékszem, mindent elmondtam neki, és ez a gonosz vén boszorka biztos bezárt a mézes kalácsházba. Nem érdekel, sose megyek vissza, soha. Azt mondtam, örökre elmegyek, és úgy is lesz. Saját szememmel látom. Biztos úr, biztos úr! Ott alszik a házamban, jöjjön, mutatom az utat! Anyu, jaj anyu, annyira fogsz hiányozni. De jobb lesz így. Ezúttal örökre búcsút mondok ennek a kis házikónak. Ég veled! Ausztrália nagyon messze van. Nem is emlékszem, meddig gyalogoltunk a félelmetes erdőben, de sokáig. Amikor megláttuk... Hű, látod ezt? Szerinted ez az északi sark? Lehet, hogy már elmentünk Ausztrália mellett. Ez nem lehet az északi sark, itt nincsenek pingvinek. Se fókák. És nincs egy jeges medve se. Olyan, mint egy klassz jégpálya, gyere! Rám ne számít! Miért? Nem köszönöm, a jég beszakadhat. Láttam a filmeken a moziban. Látod?
annyira gyáva nyúl vagy. Na, Sasok atya, velem tartasz, vagy menjek egyedül? Mondtam, hogy rám ne számíts! Oh, Viola! Jó-jó! Már mindent átkutattunk, érted? Tényleg? Igazán? Mindent. Jó-jó, mindenhol keresett. És én is! Kösz, hogy át kellett kelnünk átfagyva, éhesen, farkasokkal és medvékkel a nyomunkban az erdőn. Hikadj már le! És mindez miattad! Nem fogom tudni befalni apukám karácsonyi sütijeit, semmit, még a csokolád és fánkot sem! De Csabi, én nem... Butaság volt vitatkozni. Próbáltam az eszükre hatni. De ha sütire terelődik a szó, Csabit nehéz megfékezni. Te egy nagy dagat malacpofa vagy, az vagy és kész! Hé, vigyázz a szádra, Viola! Mi majdnem testvérek vagyunk. Így van, mert örök barátságot fogadtunk. Na persze, barátság. Azt se tudjátok, mi fánterem a barátság. Ki volt az, aki kinevette a nagy orromat? Hát aztán... Különben is tényleg nagy az orrod. Röp, 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 röp. Na jó, gyere, Sasok atya. Hagyjuk itt. Már megyek itt. Rajta, tűnjetek csak el. Látni sem akarlak többé soha. És ezúttal tényleg örökre elmegyek. Csabi utál, jó-jó is utál. Még hogy malaszpofa, megáll az eszem. Egy csomó időt pazaroltunk erre a hálátlan tyúkra. Mindenki utál engem, mindenki, mindenki. Nem bírom tovább. Oh! Ah! Viola! Nem, sehol semmi. Viola, merre vagy? Szeretünk, Viola, igazán? Csak is a mi hibánk. És most szegény Viola tényleg örökre elment. Jó-jó. Ha? Nem én voltam. Egy nagy szikla gurult le és zuhant bele a vízbe. Jó-jó, Csabi! Hé, biztos, hogy nem szándékosan csináltad? Egészen biztos. Viola! Barátaim! Reklasz barátnak lenni! Amikor anyukámat kórházba vitték, mindenfélét ígértem neki, azt akarta, hogy bál királynő legyek. Ezért iszkoltál el? Nem akartam, hogy még jobban megbetegedjen. Azok után, ami történt, én... Azt hittük, Ausztráliába mentél, hogy az apukáddal élj! Ekkor Viola elárulta, hogy az édesapja sosem lakott Ausztráliában, és ő mindig is egyedül élt az anyukájával. Igazán borzasztó. Meg fognak büntetni, és mindenki megint az orromon nevet. Az orrodon? Most, hogy megnézem, nem is olyan nagy. Kösz, de tudom, hogy csak azért mondod, hogy felvidíts. Hát az orrod nem kimondottan kicsi. De ez nem akadályoz meg minket abban, hogy szeressünk téged, komolyan? Hm? Mostantól kezdve minden rendben lesz, meglátod. Ó. Oh. 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 Áj! Szervusz, Bill! Szervusz, Sasok atya! Hogy vagytok? Á, ő biztos Viola, az elkallódott barát. Rajta mire vártok még? Indulás! Gia! Szerencsétek van! Ez volt az utolsó fuvarom! Most már én is mehetek ünnepelni. Szervusztok! Gia! Minden jót! Hűha, ez tényleg a télapó volt, mivel felrepült az égbe. Biztos ő volt az igazi. Ki más lett volna? Hé, mi az? Tapsra vársz? Nyilván a családotokkal ünneplitek a karácsonyt. Sziasztok! Várj csak, Viola! Most már barátok vagyunk, és a barátok nem búcsúznak el csak így. Halljuk, Sasok atya, mit mondasz? Lehet? De mennyire, Bill? Ez ám a barátság. Ugyanaz az ötlet, méghozzá ugyanabban a pillanatban. Ó, oh, Csésze bácsi! Csésze bácsi, ébredjen! Mi történt? Nézze csak! Valaki elcsente a sütiket.
Én nem félnék ezektől a tolvajoktól, visszajöttek! Mondtam, hogy visszajönnek, és vissza is jöttek! Bizony, visszajöttek! Visszajöttek, visszajöttek! Jó kis móka! Bár anyu is láthatna most. Papa! Nagyi! Megáll az ész! Ezek a széltolók nélkülünk ünneplik meg a karácsonyt! Semmi több! Úgy döntöttek, hogy a végén kezdik a desszerttel! Irány a ház csíntevők! Egy csodálatos pulyka vár rátok! Boldog karácsonyt! Milyen csodálatos szent este! Még Violának is, még sose láttuk ilyen boldognak. Csabi apukája felhívta a kórházat és megkérdezte, hogy van Viola anyukája. Azt felelték, sokkal jobban és hamarosan hazatérhet. Ez volt minden idők legjobb karácsonya, de még egy dolgot meg kellett tennünk, hogy tökéletessé tegyük. Na jó, válassz egy nevet. Azt hiszem eszembe jutott. Mit szólnátok a hópehelyhez? Pompás! Éljen hópehely! És így történt, hogy karácsony estéjén örök barátságot esküdött egymásnak Sasok atya, Bill és Hópehely. Magyar hangok. Barát István, Baradlai Viktor, Mánya Zsófia, Bókai Mária, Csuha Lajos, Könycs Anna. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök Bérci Endre, gyártásvezető Csorba Éva, vágó Darók Attila, szinkronrendező Somló Andrea. A magyar változat a Szinkron stúdióban készült. Producer Csaba László. Forgalmazza a Tover Videó. Thank you.